Hal, tisztító leves, töltött sertés és bodza felfújt szerepelt a római vacsora étlapján, közben meg persze sok-sok érdekes információ a kiállításról. Az ötlet valamikor a tavalyi év vége felé kezdett érlelődni, amikor már tudtuk, hogy ez a Rómaiak a Dunakanyarban kiállítás ide fog érkezni. És Boconádi Jánossal, az Agora kávéház és étterem tulajdonosával tavaly már volt egy közös akciónk, amikor a Homo Novus törökkori kiállításhoz a koncert mellé a török kávéivást ők idehozták a múzeumban. És ezen, illetve ennek a tavalyi programnak a sikerén felbuzdulva, és azon a lehetőségen, hogy van egy második századi római szakácskönyv, amiből akár főzni is lehet, mert kiváló receptek vannak benne, jött az ötlet, ez egy abszolút közös ötlet, hogy próbáljuk meg a gasztronómiát, mint egy ilyen teljesen különálló, vagy hát igazából azt gondolná az ember, hogy a múzeumban nem nagyon illő kulturális ágat bevonni. Nem lehet mindent, nem készíthetünk el mindent úgy, ahogy anno a rómaiak ezt elkészítették. Erre a legjobb példa szerintem a garum, amit említek a vacsora során is, amit hát finoman szólva hallének is fordítanak, de az valójában rothasztos szardella volt, ezzel sóztak ők. Én elég nyitott és kíváncsi ember vagyok. Szeretem, hogyha új módon keverik az ízeket, és nagyon érdekes, hogy az ember átélheti azt, hogy régen hogyan ehették ezeket az ételeket, miért mézzel édesítettek, miért, amikor nem volt só, miért azzal csinálták, amivel, és az hogyan jön össze a most általunk ismert zöldségek ízével. Csupa újdonság. Én szeretem a zöldséges ételeket, és itt ebből most van jócskán. Mint kiderült számomra, a római katonák zöldségen éltek, és kenyérből nyerték az energiát a harchoz. Számomra ez új volt, hogy a hús az nem volt annyira előtérben, mint amennyire a mai világban ezt gondoljuk. Nagyon kellemes. Kultúrált, kellemes, békés, és jól érzem magam. Folytatás áprilisban.